Egyáltalán nem könnyű feladat néhány percben összefoglalni a Tiszató napja rendezvénysorozatot, amely egy egész hetet felölelő esemény. Május 11-én negyedik alkalommal rendezték meg Tiszafüreden a rendőr tiszatavi triatlont, amelynek egyik versenyszáma volt a sárkányhajózás, sőt a versenykiírás sajátosságai miatt a főzés is külön versenyszám, akár csak a horgászat. A rendőrség egyáltalán nem küzd üzemanyaghiánnyal, ez is csak a triatlon része. Természetesen az egészség megőrzésére is külön egység felügyel. Úgyhogy ennek a célja egy csapatépítés, egy nagyon jó csapatépítés, aminek én azt gondolom, hogy mi itt a körülnézünk, akkor meg is teremtettük az alapját. Ez egy családi rendezvénynek gondoltam, ahol akik egyébként együtt dolgoznak a mindennapokban, akkor tudjanak együtt is enni, inni a mindennapokban, és együtt szórakozni is. Egy szórakoztató, csapatépítő, családi majál is tulajdonképpen. Második alkalommal rendezték meg a kiskörei hallépcsőnél a Tiszatavi Ki mit tud döntőjét. Húját nagyon jó! Jobbra, jobbra, jobbra! Jó, gyere ide a vödörhöz és öntheted! Öntse a vödörbe! Úgy és vissza egy... A Tiszató napja rendezvénysorozat 10 éves múltra tekint vissza. Ennek keretében egy hétre bővültek a rendezvények. Egyik kiemelkedő pontja napja a Tiszatavi Ki mit tud versenynek a döntője, amit most már második alkalommal itt a kiskörei hallépcső környezetében rendezünk meg annak a 6 csapatnak, amelyik bejutott a iskolákból a döntőbe. 45 csapat nevezett az idén, 6. osztályos gyermekek neveztek, 3 fő alkot egy-egy csapatot, és számot kellett nekik adni 3 forduló kapcsán a Tiszató élővilágáról, halállományáról, növényzetéről, a vízügyi és vízirendészeti kérdéseket is meg kellett nekik válaszolni. Igazi búvármunka volt, el is mondták az elején a csapatok bemutatkozásánál, hogy bizony interneten vagy könyvtárban is kellett kutatni a helyes válaszok iránt. Itt lényegében már csak kicsit megkeverjük azokat a kérdéseket, amikkel a 3 fordulóban találkoztak a gyerekek, másképp tesszük fel, picit másképp vagyunk rá kíváncsiak. Ha
Ha a tavat körbe lehet kerékpározni, akkor kézenfekvő, hogy körbe is lehet futni. 16 belügyi csapat 100 versenyzője vágott neki a majd 70 kilométeres váltófutásnak. Milyen volt? Király volt! Nem fáradtál? Hát, párás volt nagyon a levegő, a hídon már fölfelé, az emelkedő az már erős volt, de szuper volt. Mindenki nagyon jó időt fut, változatos az időjárás, van, aki kis esőt kapott, de úgy gondolom, hogy nagyon jó fölkészült versenyzők mentek eddig. Az idei esztendő különösen fontos a víztározó és a környékén élők számára is, hiszen 45 évvel ezelőtt, 1973. május 16-án avatták fel a kiskörei vízlépcsőt. A mesterséges vízbázist eredetileg kiskörei tározóként rajzolták bele a földrajzi atlaszba. A Tiszató elnevezést csak egy évtizeddel később, 1988-ban kapta. A tóért, a tó térségéért kiemelkedő munkát végzők fáradozásait is elismerték. Kerekes András polgármester vette át Tiszaszőlős képviseletében a TESZED országos hulladékgyűjtő akcióban legaktívabb önkormányzat díját, Horváth Béla pedig újabb egy évre a Tiszató zöld nagykövete oklevelet. De átadták a Tiszatavi régióért díjat is. Ilyenkor az embernek egy kicsit az életútja is eszébe jut, és én is most is csak nagy szeretettel és tisztelettel tudok gondolni szüleimre, családomra, tanítóimra, tanáraimra, akik egyáltalán bevezettek engem a írástudás tanulmányaiba, illetve bevezettek engem a szakmai tanulmányokba is, és hát az ő példájuk, akikkel megismerkedtem kiskörén, az első munkatársaim, azok a feletteseim, akik már sajnos vagy nincsenek az élők sorában, vagy pedig nyugdíjban vannak. Nos, mind-mind adott valami pluszt az életutamra, tehát nevelgettek, nyesegettek fiatalkoromban, és hát így a közben jövő kihívások, szakmai feladatok kapcsán, itt akár az árvizekre gondolok, akár más eseményekre, edződik meg az ember, de hát van muníció, van, akik feltöltik az embernek azt a képzeletbeli hátizsákját, és így válik valakiből döntőképes ember, és aztán az életkorral, a mögöttem lévő tapasztalatokkal elérkezik az a gondolat az emberben, hogy az fogalmazódik benne meg, hogy szeretné, ha majd, amikor le kell tenni a stafétabotot, akkor olyanok vennék át, akik ezt tovább viszik. Az év tiszatavi polgármestere Tisza Derzs első embere lett. Kérem a... Számomra ez a mai nap, ez egy igazi meglepetés, és nagyon nagy köszönettel tartozom mindenkinek, aki úgy gondolta, hogy erre a díjra én érdemes vagy méltó vagyok. Elfeledteti velem most azt mindazt a sok gondot, problémát, mindennapi nehézséget, ami egy polgármester életében, a polgármester munkássága alatt van. Én úgy gondolom, hogy ez egy csoda, maga egy csoda, és ez egy picit erősít és felemel, hogy igen, érdemes a Tisza Derzs településért, a tiszatavi településért dolgozni és küzdeni.
tiszatavi sajátosságként indult, ma már Tiszabecstől Szegedig ér a Pecasuli program. Közel 120 tiszamenti iskola 1700 diákja jár az alapfokú sporthorgászképzőbe. A Pecasulis diákok és a tó fejlesztésében érintett önkormányzatok, szervek képviselői természetesen horgászversennyel emlékeztek meg a 45. illetve 40. évfordulóról. A mesterséges emberi beavatkozás által létrejött Tiszató egyedülálló természeti környezetet hozott létre, amelyet érdemes, illik, sőt meg is kell őrizni. Ezt a célt szolgálja a Tiszató napja rendezvénysorozat elmaradhatatlan eleme, a játékos családi ökodélután. Kerékpárosításnak azon kívül, hogy a lényege az, hogy jól érezzük magunkat, sportoljunk, felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen csodálatos ez a Tiszató, milyen csodálatos a Tiszató környéki települések, milyen kellemes megállni minden településen, és hát felhívjuk arra a figyelmet, amire már nem nagyon kell, hiszen az országban az egyik legismertebb kerékpáros útvonal és kerékpáros célpont a Tiszató, hogy jöjjenek minél többen, élvezzék ezt a csodálatos táját, élvezzék ezt a kerékpárutat, és remélem, hogy jövőre a teljes szakaszon körbe tudunk kerékpározni, akkor megépül a Tiszafüred-Foroszló közötti rész is, és akkor Közép-Európa a legszebb kerékpáros túraútvonala lesz ez a Tiszatavi. A Tiszató is körbetekerhető tavaink közé tartozik. A Tiszafüredi Kerékpáros Centrum a maga nemében egyedülálló szolgáltatóközpont a tóhoz érkező biciklisek számára, mert hogy évről évre egyre többen keresik fel drótszamárral vagy drótszamáron a tavat. A kerékpártúra is a biciklis szezon egyfajta nyitánya. A Tiszató nem csak ökológiai és turisztikai csodákban bővelkedik, gasztronómiája is párját ritkítja. Érkezzen a vendég bárhonnan, bármivel, egészen biztos, hogy felejthetetlen élményekkel, emlékekkel és ízekkel tér haza.